mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök a magam meg a Zöld Könyvtár nevében, és ilyenkor szokott következni az, hogy szólítom az előadót. Hát most nem szólítom az előadót, mert ez egy olyan kivételes helyzet, hogy én magam leszek az ES házigazdája és az előadó is. Regelet Tímea vagyok. Az Orvoskari Könyvtárban dolgozom most már 23 éve, és 2015 óta vagyok a Zöld Könyvtár munkacsoport tagja, akkor alapítottuk a Zöld Könyvtár munkacsoportot. És hát az idei előadás sorozatnak ez az utolsó, ebben a szemeszterben ez az utolsó előadása. A téma pedig, hogy hogyan lehetnek zöldek a könyvtárok, vagy egyáltalán mitől zöld egy könyvtár. Igazából ez most egy nagyon aktuális téma, és akár a tatabányai vándorgyűlésen, vagy tavaly a szexádi konferencián, ez most már, vagy a kaposvári vándorgyűlésen, ez most már folyamatosan központi téma, és erre épül föl igazából a legnagyobb könyvtáros megmozdulás. Nagyon központi és nagyon fontos téma világszerte és a fenntarthatóság, a környezettudatosság, a környezetvédelem, és a most készülő egyetemi stratégiának is a kiemelt célkitűzése, a három kiemelt célkitűzés közül az egyik ugye a környezettudatosság, a fenntarthatóság, az egyetem ezt képviseli világszerte, és igazából olyan jól csináljuk, hogy a 2023. évben 1050 egyetem közül a Pécsi Tudományegyetem a 21. helyen végzett a világ zöld egyetemeinek a rangsorába. Én azt gondolom, hogy ennyire jó helyezést világrangsorban magyar egyetem még nem mutatott föl. Mondhatnánk, hogy hát persze, de ez csak a zöldség témában, és nem máshol. De én azt mondom, hogy ez jelenleg olyan életbevágóan fontos téma világszerte, hogy igenis erre büszkének kell lenni. És arra is, hogy a Zöld Könyvtár munkacsoportnak a munkája a hosszú időre elvégzett munkája, ebben nagyon is benne van ebben a 21. helyezésben. Hát ez volt a bevezetés, az előjáró. Amire az egész épül, az ESZ fenntarthatóság célok. Ugye ez az ESZ 12 pontban határozta meg, hogy milyen célokat szeretne megvalósítani, és ezek közül én majd egy-kettőre kitérek, hogy mi az, amiben a könyvtárak leginkább meg tudnak mozdulni. Nyilván mindegyikbe be tudunk kapcsolódni, de vannak kifejezetten könyvtárnak fekvő célok, és könyvtáraknak jól álló célok. Ha arra gondolok, hogy mitől zöld egy könyvtár, vagy mitől lehet zöld egy könyvtár, akkor én mindig azt szoktam legelőször is leszögezni, hogy attól, hogy könyvek vannak benne. Ugyanis a könyvre én úgy szoktam betinteni egy vicces kifejezéssel, hogy biodokumentum. Igazából, ha vigyázunk rá, több száz évig használható marad. Nincs olyan adathordozó, amire ez jelen 21. századi technológiára vonatkoztatva elmondható, hogy több száz évig, akár több ezer évig megmarad. A másik, hogy az előállítása. Nagyon sokszor halljuk, hogy hú, mert papírfelhasználás, mert védjük a fákat, meg ilyesmi. Közeledik a karácsony, és nem tudom, hogy tudják-e, hogy karácsony este az egész világon egyetlen éjszaka alatt több papírt használunk el, gyűlünk össze és dobunk a szemétbe, mint az egész éves irodai papírfelhasználás világszerte. Egyetlen egy karácsony este. Ehhez képest a könyvtáraknak a könyv igénye sehol nincs. És a könyv az nem egy estére szól, nem gyűlük össze, nem dobjuk a szemétbe. Jó esetben, ha elhasználódik, akkor újra lehet hasznosítani, újra lehet belőle könyvet készíteni. Ez szintén nem mondható el egyetlen 21. századi adathordozóról sem. Arról nem is beszélve, hogy az előállításuk többnyire jóval kevésbé szennyezi a környezetet, mint egy
egy pendrive, egy floppy lemezt már nem használunk, de olyan is volt, vagy egy CD lemez. Vagy csak arra gondolunk, hogy feltöltve töltjük fel az irgalmatlan mennyiségű adatot, azért az nem magától maradott, ha ott marad, jó esetben ott marad, rosszabb esetben azért ott van adatvesztés. És tehát mielőtt azt gondolnánk, hogy én nagyon szembe megyek a 21. századi technológiával, akkor azt kell mondanom, hogy egyébként jól gondolják, de nyilván vannak ennek a technológiának hasznosítható része is. Van benne jó dolog, van értelme, nem véletlenül megyünk errefelé. Ugyanakkor, amiért nekem nagyon nagy fenntartásaim vannak ezzel kapcsolatban, és itt majd szintén kitérek a könyvtári trendekre, hogy ezeket az adathordozókat nem feltétlenül mindig arra használjuk, amire kell, nem feltétlenül mindig csak annyit használunk belőlük, amennyit kell, és hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ezek az adathordozók, vagy ezek a tárolók, vagy ez az egész virtuális világ, ami körülvesz minket, ez igazából semmiben nem kerül, nem szennyezi a környezetet, ez csak úgy van. Igazság szerint van egy ilyen felmérés, hogy 60 elküldött e-mail, teljesen sima, pucér e-mail, szia, Bogdan, köszönöm, jól vagyok, ennyi, nem csatoltunk, nem hivatkoztunk, semmit nem tettünk bele. 60 ilyen e-mail, az körülbelül 2 kilométer autózásnak az ökológiai lábnyoma. Ha így lefordítjuk, és belegondolunk abba, hogy nem csak 60 e-mailt kapunk és küldünk, spameket is beleértve, és nem csak sima e-mailt, hanem abba csatolmányban, abba videóban, abba mindenféle van, és ez még csak az e-mail, azon kívül mennyi minden van különböző felületeken, közösségi médiában, YouTube-on, Netflixen, akárhol, akkor az olyan, mintha folyamatosan autóban ülnénk, és hatalmas sebességgel számítoznánk a föld körül, megállás nélkül. A szerverparkoknak az energia igénye az lassan már több, mint bármi más összesen világszerte. Még a textilipar, a ruhaipar az még versenyez vele, és biztosan olvasták azt a hírt, én teljesen ledöbbentem, hogy az Atabamas hivatalban hány tízezer, százezer millió tonna soha nem használt, de legyártott és kidobott ruha van. Hegyet építettek már belőle, műholdakról látszik, tehát az űrfelvételeken is már kimutatható, folyamatosan nő, ez a fast fashion. Soha el nem adott, soha nem hordott ruhát. Hely van már belőle. Ehhez képest szerencsére a könyvek nem tartanak itt. A másik, amiért nekem szívem csücske a könyv, hogy olyan élményt ad, amit egy virtuális adathordozó nem ad. Igazából nem láttam soha még olyat, hogy valaki a pendrive-ját szagolgatta volna, de amikor egy új könyvnek a lapjai kinyitja valaki, vagy mondjuk egy nagyon régi könyv, aminek szintén különleges illata van. Szintén nem láttam olyat, hogy valakinek a mobiltelefonjában különböző üzenetei közt préselt lóhere lenne, vagy hóvirág, vagy valamilyen emlék bedugdosva képes lapok. Arról nem is beszélve, ha dedikálás van, ha aláírás van, ha szeretettel édesanyámtól. Tehát ilyet egy e-book olvasó mondjuk nem tud. És ha már zöld, akkor van az a mondás, hogy tartsd a jogszágot természete szerint. Valahogy ezt magunkra nem tartjuk kötelezőnek. Most már ugye a disznóknak is jogaik vannak, hányszor hányos kis ól, meg milyen ellátás, a többi állat is ugyanígy, tehát, és ez fontos, ez jó dolog. Ugyanakkor én azt veszem észre, hogy saját magunkra ezeket valahogy nem tartjuk kötelező érvényűnek. Ha azt gondolom, hogy tartsd a jószágot természete szerint, akkor nem valószínű, hogy természetes dolog napi 8 órát egy zárt teremben ülni, egyetlen kis világító kütyű előtt, és csak a
kinek 2, kinek 4, kinek 8, kinek 10 ujját mozgatni. Teljesen természetellenes dolog. Nem zöld. Mert abban, hogy zöld környezet, abban beletartozik az, hogy saját magunkra nézve is a környezet az olyan legyen, ami természetes és nem ártalmas. Nagy veszőparipám az elektroszmog, mint láthatatlan szennyeződés. És ezért is az egyik legveszélyesebb. Hogyha látom az utcán a kiborított kukát, fú, borzasztó, rettenetes, eldobált csikket, de azt össze lehet szedni, és el lehet takarítani. Az elektroszmogot nem lehet. És nem is szeretünk tudomást venni róla, mert nem látjuk, azt gondoljuk, hogy nincs ott. Az nem létezik. Ugyanakkor nagyon komoly problémákat okoz. Tűnlevelőek például kifejezetten nem szereti, de az ember sem szereti. Méghozzá azért nem szereti az ember az elektroszmogot, mert az idegrendszerünkben az idegsejtek szintén icipici, mikro kis elektromos impulzusokkal kommunikálnak egymással. De ezek nagyon-nagyon finom lehetülések. Olyan, mintha én nagyon közel oda mennék most bármelyikükhöz, és így halkan suttognék a fülébe, mint az előbb a gyöngy az enyémben. De ez nagyon finom. És ez egy nagyon-nagyon sérülékeny kommunikáció. Az elektroszmogot, azt képzeljük el úgy, hogy bemegyünk egy zsúfolt plázába, ahol ott van mondjuk 100 000 ember, és mindegyik üvölt! Na most, a mi kis idegsejtjeink képtelenek lesznek kommunikálni. Nem fog menni nekik, vagy a kommunikáció sérül, vagy az idegrendszerünk sérül, vagy mind a kettő, és hogyha visszagondolom Rászl és Wittgenstein nyelvfilozófiájára, akkor pontosan tudjuk, hogy a kommunikációs problémák hova vezetnek. Ők úgy vezetik le, hogy akár a daganatos betegségekhez is, hiszen az is sejtek közti kommunikációs probléma. Mi az, ami a könyvtáraknak egy nagyon nagy előnye ebben a világban? Ha megkérdezni most önöket, hogy mi az, ami leginkább hiányzik ebből a világból, vagy hogyha mondjuk be tudnánk szállni egy időgépbe, remélem a Popeye nem sokára föltalálja, és visszamennék bármelyik előző korba, mit tudom én, középkorba, az első dolog, ami föltűnne, mikor kiszállunk ebből az időgépből, az a csend lenne. A csend. Jelenleg itt a világon a 0 decibeles helyszín, az nagyjából nem létezik, a nagyon csendes hely is nagyon ritka, és erre akkor döbben rá az ember, legalábbis engem akkor ütött nagyon mellbe, amikor a Szaharában tényleg csönd volt. Éjszaka volt, semmilyen fényszennyezés nem volt, láttam a tejutat, ezt szerintem városlakók nem mondhatják el magukról, sőt nagyon sok milliárd ember a világon nem mondhatja el magáról. Nem volt 0 decibel, mert olyan halk, apró kis neszek voltak, de az csak mélyítette a csendet. Nem volt elektroszmog, ott közelstávol nem volt télerő. És ez egy olyan hihetetlen élmény, ami rádöbbenti az embert, hogy mit vesztünk azáltal, hogy fölépítünk egy teljesen műkörnyezetet magunk köré. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindent, és én azt gondolom, hogy túl sok mindent áldozunk föl ezért. Ami nem feltétlenül jó, és ami régen természetes volt, hogy csönd van, hogy éjszaka sötét van, hogy csillagos ég van, hogy természetes hangok vannak, az jelenleg egy kuriózum. Biztos vannak olyan élőhelyek még a Földön, ahol nem, de itt Pécsen például igen, tehát itt például ez egy abszolút kuriózum. Ha ezt a csöndet keressük, akkor a könyvtárak azonnal szóba jönnek. És ez is érdekes, nagyon sok embert megkérdeztem, direkt azért, hogy így tudjak eredményt mondani, hogy gondoljon valami csöndes helyre, mi az? Kettő dolgot mondtak, templom, könyvtár. Azonnal, templom, könyvtár, ez a kettő jött. Hát, hogyha a könyvtár, mint csöndes hely, első vagy második helyen szerepel, de mindenképp dobogós, akkor ezt érdemes meglovagolni és kihasználni. Ugyanis az emberek keresik azokat a dolgokat, ami hiány, ami hiányzik, ami kell neki. És a könyvtárak, amióta léteznek, és ez több ezer év, azóta próbálnak mindig ilyen
hiány dolgokat betölteni. Például korábban, a legkorábbi időben adatrögzítés. Mert nagyon kevés ember volt, aki tudott adatot rögzíteni. Nagyon nehéz feladat volt. Adattáblára a kis háromszög alakú kis pálcikával például. Vagy bambusz, vagy a pálma levelekre, vagy bambuszpálcikákra, egy távol-keleti példát is mondjak. Vagy később a kis viasszal bevont kis írótáblákra a rómaiaknál, amit utána el kellett nyomkodni, ha az nem sikerült. De a tudása, az adatrögzítése mindig volt igény, ezt a könyvtárak megtették. Utána mi volt a következő, ahol hiány volt? Az oktatás, a nevelés. A könyvtárak, például az alexandriai könyvtár, ennek egy kiemelt helyszíne volt. Ha az egyetemi oktatást elképzeljük az ókorban, akkor az alexandriai könyvtár, amíg ugye a 4. század végén a keresztények végképp föl nem dúltak. Az ókori világ leghíresebb tudósai voltak mindig a könyvtárosok, ugye ott mindig egy könyvtárosról beszélünk, valamint a kiszolgáló személyzetről. Később a könyvtárak a dokumentumok megőrzésére fektettek hatalmas hangsúlyt. Nem véletlen, hogy nagyon sok könyvtár, sőt a könyvtárak zöme egyáltalán nem volt nyilvános. Kivéve ugye a rómaiaknál már voltak kölcsönző közkönyvtárak, ezek utána megszűntek, de az egyházi kolostori könyvtárak mindig őrizték azt a tudást, amit mi egyáltalán az ókori világból át tudtak menteni. Ha azt nézzük meg, hogy a 20.-21. században mit tud a könyvtár hozzátenni ehhez? Mert ugye most már vannak egyetemek, most már van internet, az információhoz hozzá lehet férni, az információ rögzítés nem kérdés, mert bekapcsolom az okostelefonomat, hangfelvevő, és mindennek nyoma marad, azt azonnal egy írott dokumentumban is meg tudom kapni, mert a mesterséges intelligencia mindent megold. Mi az, amiben mégis különleges a könyvtár? Az egyik a csöndes tér, a csöndes hely. És nagyon szeretném most idézni egy nagyon kedves volt tanáromat, Lajsz Andrást, aki amikor a koktél készítés rejtelmeibe bevezetett minket, azt mondta, hogy ez mi a koktél? Az az 5 perc nyugalom, ami hiányzik az életünkből. És fölülünk a bárpulthoz, ott jön a bartender, elkészíti nekünk azt a gyönyörű koktél, közben beszélgetünk kicsit, és nyugi van. Hát, hogyha egy éjszakai bár, meg a koktél az az 5 perc nyugalom, akkor a könyvtár az 1 óra nyugalom, vagy 2 óra nyugalom, vagy bármennyi nyugalom. És ezt a nyugalmat nagyon-nagyon meg kell becsülni. Én szorgalmazom mindenhol, ahol tudom, akár konferenciákon, akár munkatársak közt, akár zöld könyvtáros megbeszéléseken, hogy minden könyvtárban legyen legalább egy olyan olvasótér, ami azon kívül, hogy tényleg teljesen csöndes, ha lehet, akkor elektroszmog és áram, és mindenféle mesterséges dolog mentes. Kandalló megengedett. A természetes világítás. Az, hogy nappal vagyunk éberek, éjjel alszunk, hát éjjel menjünk haza pihenni. Az, hogy a tanulók 0-24-ben tanulnak egy vizsgaidőszak előtt, az szükséges, de egy szükséges rossz. Nem biztos, hogy ez a követendő trend. A másik nagyon érdekes dolog, és az elején mondtam, hogy még visszautalok rá, hogy mire van szüksége könyvtárban, és mire nincs. Annak idején, ugye, amikor elkezdődött a számítógépek kora, mindenki a könyvtárba ment számítógépezni, mert otthon nem volt. Drága is, meg nem értünk hozzá, meg nem tudjuk üzemeltetni, de a könyvtárban van, szuper, amikor ez bejött, a könyvtáraknak a beiratkozottsága, az olvasók száma szignifikánsan megugrott. És sorba álltak az emberek a gépekért. Én amikor elkezdtem dolgozni könyvtárosként, még ez volt a trend. 20 percet lehetett a gépnél tanulni, és szigorúan csak tanulni, és utána át kellett adni a helyet, mert mindenki számítógépet szeretett volna. Akkor csináltunk nagyobb számítógéptermet, még nagyobb számítógéptermet, mindig tele volt, és egy idő után azt vettük észre, teljesen természetes, hogy stagnál. Aztán már senki nem volt oda, már csak elvétve, nem kell. És még nagyon sok könyvtár, azt hiszem 4 vagy
Tehát talán 4 gép kivételével teljesen leszereltük a számítógép parkot. Senkinek nem kell már. Hiszen mindenkinél van minimum egy okostelefon, vagy 2, meg egy laptop, meg egy ez a milyen pad, vagy valami ilyesmi, meg az okosóra, meg a nem tudom én milyen kütyű. Senkinek nem kell már az asztali számítógép. Nincs rá igény. A könyvtárnak viszont lépni kell, mert most mi a trend? Hát mindenütt legyen wifi, de nagyon erős. És mellette a csendszoba, amikor megőrülnek már az ajtól, meg a wifi-től, meg mindentől, hogy akkor hadd üljek oda le, hú, egy babzsákra is kérek egy könyvet. Igazi papír alapot. Ha megnézzük itt a fenntarthatósági célokat, én nagyon fenntartással kezelem őket, sokat utópiának tartom, de nagyon szép célkitűzések. Amiben a könyvtár leginkább, én azt gondolom, hogy részt tud venni, az mindenképpen a minőségi oktatás, az abszolút könyvtári feladat, mindenképpen. A környezettudatos nevelés, azt hiszem, hogy itt lesz valahol alul, igen. És a fenntartható közösségek, ami nagyon fontos, valamint ugye a legutolsó, a partnerség a célok eléréséért. Amit én most látok közművelődési könyvtáraknál főleg, egyetemi könyvtáraknál egy picit mindig más, hogy a nagyon erős közösségépítő hatása van a könyvtáraknak. Magyarország most már 4 ifla díjas könyvtárral büszkélkedhet. Ugye most a 2023-ban idén Szekszárd is megkapta. És mindenütt kiemelték a bemutatkozásokban ezek a könyvtárak a közösségi programokat és a közösségépítésnek az elejét. És egy jól fenntartható közösség az csodákra képes. Ott el lehet indulni bármilyen irányba, ha zöld irányba indulunk el, akkor az csak jó. Ma könyvtárak létesülnek, a különböző eszközmegosztó közösségek, varróklubok, író-olvasóklub, túraklubok, például pont a Szekszárdiak nagy a Gemezbe, ott rengeteg túrát szerveznek. És én azt gondolom, hogy a könyvtár egy nagyon jó találkozó hely. A könyvtárban mindenkit be lehet vonzani, oda mindenki el tud menni. És minél több embert vonzunk be, és minél több közösségi programot tudunk csinálni, annál jobban meg tudjuk tartani ezeket a közösségeket. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a könyvtárak részéről, mert ez is egy olyan sokadik láb, amin a könyvtár meg tud állni, meg tud támaszkodni. A másik, ha hiszik, ha nem, a jó közösségek, a közösségi élet, a közösséghez való tartozás, az szintén egy hiányzik. Erről tett a közösségi média, erről tett az okostelefon, erről tett az internet, hogy a édesanyámra nézek és őre hivatkozom, aki nagyon sokszor mesélt, hogy annak idején osztálykirándulásokon maradjon be, ne üvöltöz a buszon, normálisan viselkedjél, halkabban beszéljetek, megőrül tőletek a sofőr. Most mi van? Sírítsen, senki meg nem mozdul, senki meg nem piszen. Ez. Még a mellette ülő osztálytársával is. Úgyhogy a közösségeknek annyi. Egy közösséghez tartozás az nem azt jelenti, hogy fönt vagyok az Instagramon, a Twitteren, az FB-n, meg a még nem tudom hol, hogy mik vannak, biztos van még nagyon sok más is. A közösséghez tartozás nem azt jelenti, hogy 500 online játékkal játszom, és mindenhol valamilyen klánban benne vagyok, a közösség az itt van. A közösség az egy élő, létező emberek által alkotott valós közösség, amely a valós térben megnyilvánul. Ez a közösség. És ugye ennek a legalapvetőbb eleme a család. Be lehet hozni őket a könyvtárba. Vagy a kollégák közösség. Ők eleve ott vannak. És ha már zöld trend, nagyon-nagyon szeretem fölhozni azt a példát, hogy a mi könyvtárunkban, ugye az orvosi könyvtárban több évtizedes hagyománya van annak,
van egy asztalsarkunk, magától kineveződött, valakinek valami otthon nem kell, fölösleges, kilőtte, megunta, oda leteszi. Közmegegyezéses alapon, és akinek arra szüksége van, az elviszi. Ha valami nagyon hiper, szuper dolog, és nem szeretnék tényleg ingyen odaadni, nagyon-nagyon ritka eset, akkor egy pici ceklin ott van az ár, elviszem, leteszem érte, az a pénz ott lesz. Szerintem ez bárhol a világon működhet. És most, amikor sok helyük ezt szervezetten teszik, én nagyon büszke vagyok arra, hogy hát ez nálunk megy magától. És annak idején minden közösségben ez ment magától. A falu közösségekben is megosztották egymással az emberek, kinek hogy volt. És nem kell a cserekereskedelemig visszamenni. Egy jól működő lépcsőházban a szomszédok ezt a mai napig csinálták. Vagy csinálják. Kiolvastam ezt az újságot, bedobom a szomszédasszonynak. Kiveszi, én is megnéztem, oké, nagyon jó bulvárhírek voltak benne, dobom a következőnek. És egy valaki vette meg. Vagy éppen adták ajándékba valamelyik napilap mellé. A közösségek ereje az szerintem, ha valami ki tudja mozdítani a mostani, nem gondolnám, hogy túl jó helyzetben lévő globális társadalmat a mélypontról, akkor ezek a kis jó közösségek. Erre a könyvtár szintén tud építeni. Az oktatás nevelésről, az szerintem annyira evidens dolog mindenkinek, nem tudom, hogy akiket nem ismerek személyesen szakembereke vagy sem, de ez olyan alapértelemben könyvtári feladat, hogy arról külön nem beszélnék. Egyetlen aspektusból említeném viszont a nevelésnek a rendkívüli fontosságát, és szintén itt van valahol ugye az építészet épületekben megjelenő fenntarthatóság valamelyik diagrammal kapcsolatban. Amikor például elbírálnak egy könyvtárat ifra híra, akkor ott is a szempontok közt benne van ugye, hogy helyileg, ahol a könyvtár van, épület, az milyen. És nagyon preferálják ugye ezeket a modern építési okos épületeket. Én azt szoktam mondani, sokkal jobban szeretek egy hagyományos épületet okos emberekkel, mint egy okos házat ostoba emberekkel. És azt kell mondanom, hogy nem értek egyet az okos épületekkel, a legkevésbé sem, a neveléssel és az oktatással viszont igen. Nálunk most az orvosi karon a régi elméleti tömbben fölújították a mosdókat. Mindenhol mozgásérzékelős lámpák vannak. Tehát bemegyek, nincs kapcsoló a falon, rám világos van, bent vagyok, megteszem, amit szeretnék, kijövök, és világos van. Úgyhogy nem átallottam fogni egy stoppert, és az egyik mosdónál lemérni, meddig van világos. Tippeljenek. Meddig volt még világos, miután kijöttem? 5. 4 percig. 4 percig. Az a mosdó, az egy személyzeti mosdó, 15-en vagyok, ha mindenki naponta csak kétszer használja, az 30 használat, másfél órán át ég a villany. Tök fölöslegesen. És mennyire jó, hogy okos épületünk van, és a mozgásérzékelő mindent megtesz helyettünk. Mire szoktatjuk rá ezzel? Nem csak magunkat, a hallgatókat is. A hallgatói mosdóban ugyanez a helyzet, csak ott akkora a forgalom, hogy hiába álltam ott a stopperral, nem mentem bele semmire. Tehát ott nem tudtam lemérni, mert folyamatosan használják a mosdókat. Hát arra szoktatunk rá ezzel mindenkit, hogy nem kell semmit csinálni. És ahol a villany nem automatán működik, ott se fogja lekapcsolni. Holott mennyivel egyszerű, evident dolog. Bemegyek, fölkapcsolom, kimegyek, lekapcsolom. Egy mosdón napi másfél óra felesleges világítást lehetne megspórolni. És amikor azt mondom bárhol, hogy hát az okos épületek annyira nem, hát akkor azért minden vagyok, csak nagyon kedves nővért kettem. A másik, ha nem lehet ablakot nyitni, és csak gépileg lehet szellőztetni, az energiát használ. Ó, persze, de hát az energiát ugye napelemekkel megtermeljük. A napelemek előállításának az ökolárnyoma nem kicsi, nem is közepes, nem is nagyon nagy,
máshogy már nem akarom fokozni, mert felvétel is készül és csúnya lenne. Ugyanakkor, ha tönkre megy, az bizony nagyon veszélyes hulladék. Nem dobjuk csak így a szemétbe, nem ássuk el, nem bomlik le, nem komposztálható. Az a probléma van. Ugyanígy a litium akkumulátorok. Márpedig, ha az okos dolgokat működtetni akarjuk, akkor ahhoz pici vagy nagyobb, vagy nagyon nagy litium akkumulátor kell. A kezemhez nem kell. Ez annyira biolapon működik, és annyira profin csinálja mindenféle ilyen veszélyes dolog nélkül, hogy hihetetlen. A könyvtárakban ezt meg lehet csinálni. Lehet arra nevelni az olvasókat, hogyha használtad a lámpát, amíg ott tanultál, ha fölállsz az asztalhoz, kérlek, kapcsold le. Rá lehet őket nevelni. Arra is, hogyha egy termet elhagytál, és már nem szeretnél ott tanulni, a villanyt kapcsold le. Az ablakot csukd be. Ha 20-szor megkérünk egy hallgatót, az előbb-utóbb megcsinálja, de mondok egy jobbat. Ha 2-szer nagyon kedvesen megdicsérjük, akkor a 2 elég. Hogyha, és én ezt az orvostan hallgatóknál megfigyeltem, a fiatalok ki vannak éhezve a dicséretre, a szép szóra. Bármit, ha szeretnék elérni náluk, pedig vannak, tehát nem minden típusú hallgatónál ugyanolyan könnyű elérni a kommunikációt sem, főleg nem azt, hogy megtegye, amire én kérem, de azt figyeltem meg, hogy ha a legkisebb dologért is megköszönöm és megdicsérem, utána keresni fogják az alkalmat, hogy hú, annak a hálátos, szigorú öreg könyvtáros nénének tegyek már a kedvére valahogy. Mert van érte egy mosolygás, van érte, hogy hú, ezt jól csináltad. De ha mindent az okos kütyümütyű elintéz helyettük, nem fog menni. Arról nem is beszélve, hogy elvesszük tőlük a dicséret szerzésnek a lehetőségét. Úgyhogy ennyit az okos épületekről. A könyvtári programok, ami szintén egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nem tudom, hogy állok idővel. Szuper! A könyvtári programok, amivel szintén nagyon-nagyon sok zöld dolgot el lehet érni, és itt van nagyon nagy különbség az egyetemi és a közművelődési könyvtárak között. Az egyetemi könyvtáraknál, amiénknél minden esetre, mindenképp, az egyetem rengeteg mindent megcsinál a könyvtár helyett. Rengeteg programot, rengeteg eseményt, rengeteg figyelemfelhívást. Ugye van külön zöld egyetem, külön egy iroda, ami azzal foglalkozik, hogy a Pécsi Tudományegyetemet a környezettudatosság és a fenntarthatóság nyomvonalán tartsa. És mondhatnánk, hogy hát kihúzzák alulunk a feladatokat, de ez nem így van. Ugyanis ami ebben az esetben a könyvtáraknak a feladata, és a könyvtárak részéről nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a programokat hirdetni kell, az olvasók orra alá kell dugni, be kell őket kapcsolni, sőt, a kollégákkal együtt be kell kapcsolódni, és hogyha bármilyen esemény, programot kapunk készen, az a legjobb, mert akkor csak oda kell menni, és részt kell venni benne. Ettől kényelmesebb feladat a világon nincs. Az nem zárja természetesen azt, hogy mi magunk nem szervezhetünk ilyen programokat. Hogy a zöld könyvtári munkacsoportot dicsérjem, és fogom is, az elmúlt években nagyon sok gyárlátogatást szerveztünk és valósítottunk meg, akár a hulladékfeldolgozót, akár az erőműlátogatást. Voltak nagyon jó kirándulásaink, volt faültetés, volt szemétszedés, részt veszünk mindenféle zöld egyetemi programba, és hát ugye 2015 óta megy ez az előadás sorozat, sajnos a Covid időszakot kivéve, ott ezt be kellett szüntetni. És azt mondom, hogy ezek nagyon-nagyon jó és nagyon fontos programok. Most például lesz koszorú, adventi koszorú készítés a TGM. Akkor volt például Furosiki workshop tavalyi évben, szintén nagyon jó. Ki lehet váltani vele a karácsonyi csomagoló anyagokat. A kutatók éjszakáját idén is és tavaly is az orvosi kar könyvtárában kihegyeztük a fenntarthatóságra és a környezettudatosságra, mind a mellett rendkívül jó egyéb programok is voltak.
De ezt is mindig belecsempészünk, mindig ott kell lennie. És ami nagyon fontos, óvodáskortól kezdődik nálunk mindig a kutatók éjszakája, kutatók délelőttjével, kisiskolásoknak kutatók délutánjával, az idősebb iskoláknak, gimnazistáknak kutatók estéjével, és hát utána plusz 18-as programok, csak viccelek, nyilván nem plusz 18-as programok, azok meg mennek egész éjszaka. És a pici gyerekeknél már a környezet fenntarthatóság, a természet szeretet, az már egy alap dolog, már az be van építve, már ott kezdjük. Nagyon jó a kapcsolat ugye a gyakorlóiskolákkal, vagy ugye az orvosi karnak az óvodájával, a bölcsödéjével, és a könyvtárak minden ilyen programot ki tudnak vinni. Minél hamarabb kezdjük, annál jobb. A szelektív személygyűjtés az nekem egy picit ilyen, nem tüske a szemembe, annyiból tüske a szemembe, hogy mindenki azt gondolja, hogy azzal, hogy szelektív személygyűjtés, le van tudva a környezettudatosság. És ha kiteszek három különböző színű kukát, akkor én mindent megtettem, amit megtehetek, sőt, ha mellé még egy elemgyűjtőt, meg egy telefongyűjtőt is kiteszek, vagy adja Isten egy használt sütőolaj visszagyűjtőt, akkor hátradőlhetek, megveregethetem a vállamat, fölteszem a lábam, és én annyira zöld vagyok. Ne kényelmesedjünk ebbe bele. Mindig nézzünk tovább, hogy de mit lehet még? Mi lesz azzal a sütőolajjal? Ha összegyűjtjük a ruhákat, nálunk például minden júliusban a hazautazó külföldi diákoknál szokás, hogy nem viszik haza, repülőn nem is tudnál, főleg akik végeztek, végleg hazaköltöznek, nem viszik haza a holmiukat. Hatalmas dobozokat rakunk ki, mindent bele lehet pakolni, nyilván válogatva, ruha, könyv, egyéb, háztartási cucc, bármit, és azok a diákok, akiknek szüksége van rá, megtetszik neki, szeretni, de egyébként nem tudná megvenni a boltba, nehogy azt gondoljuk, hogy minden diákot fölvet a pénz, a külföldi hallgatók esetében sem, ők ezt pedig hazavihetik. Ami marad, az meg természetesen adományba megy. Ezt is fölvállalhatják a könyvtárra. Nagyon nagy segítség, mert mindenki a könyvtárba jön be. Ha központi helyet keres, ahol mindig van valaki, ahol mindent megoldanak, ahol mindenbe segítenek, mindent tudnak, az a könyvtár. Ez például szintén egy nagyon-nagyon jó program. Zöld is, közösség is, és azt gondolom, ha valaha is el tudjuk élni, hogy egy picit kevesebb dolgot gyártsanak, és többet osszunk meg egymással, az már jó. A legutóbbi konferencia, ahol részt vettem, az a Goethe Intézetben volt Budapesten, azzal a címmel, hogy Tárgyak könyvtára. És nagyon sok könyvtár állt rá arra, hogy már rég nem csak könyvet kölcsönöz, hanem tárgyakat is, akár egész nagy tárgyakat. Az Óbudai Platán könyvtár például saját kerékpár flottája van, amit a beiratkozott olvasók használhatnak. Mi az orvosi karon rengeteg szemléltető eszközt tudunk adni a diákoknak, rengeteg technikai kütyűt, a mindenféle telefontöltőtől kezdve a powerbankig, rengeteg könyvtámaszunk van, és nagyon sok új igény jelentkezett, most fogunk beszerezni például hagyományos számológépeket, mert hogy vizsgára nem engedik be az okostelefonokat érthető okból, de vannak olyan kémiai, biokémiai, biofizikai feladatok, ahol már nem elvárás, hogy papíron számol ki, édesfiam, mert azt ki kell tudni számolni, nem kell tudni kiszámolni. Hagyományos számológépe van a diákoknak? Nincs a diákoknak. Szuper! Nálunk sorba álltak azért az egy szerencsétlen számológépért, amit első körben tudtunk kölcsönadni, úgyhogy most beszerzés alatt vannak a hagyományos számológépek, és ugyanúgy kölcsönözzük őket, de lyukasztó, olló, hibajavító, könyvtámasz, bármi eszköz, ami nekik kell, nincs a diákoknál, mert megszokták, hogy az okos kütyűvel mindent megoldanak, vizsgára nem lehet bevinni. Úgyhogy egymás kezéből veszek egy vonalzó, egy teljesen egyszerű vonalzó, ami nekem gyerekkoromban tök természetes dolog volt. A mostani fiatal vonalzó. Honnan kéne egyet szerezni? Kérdezzük meg a könyvtárba. Bejönnek, tehát egy csokon vonalzót szeretnék kérni, van. És
és bejönnek érte. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha zöld vonalon el akarunk indulni, ez is egy nagyon-nagyon jó lehetőség. Most itt van a pillanat, hogy kiszállott a torkom. Ha van kérdés, kérdezzenek, szedjenek darabokra, imádom a rázós kérdéseket és a kötetelést, és lehet még van egy pici időm, akkor kérdezzenek és beszélgessünk. Bármilyen könyvtári vagy zöld téma jöhet.